Tisztelt pedagógus kolléga, tisztelt diákság! Látjátok, látják körülöttem ezeket a régi rekvizitumokat. Az Operaden Múzeum. Amikor visszatekintünk a múltba, akkor a jelenben is gondolkoznunk kell. Mai énekesek a mi világunkban élnek. Köztetek olyanok, mint ti vagy mi. Ma kell megmutatnunk a mai énekeseket, és a jelen számára fontos dolgokat kell ábrázolnunk az operákban is, azok üzenetét meg nem hamisítva. Kérem valamennyiüket, kedves tanár kollégák, ne hagyják ki az Operakaland harmadik előadás sorozatát. Ebben egy Mozart bohózatot adunk. A történet lényege ma sem változott, de adunk hozzá mai kulisszát, mai értelmet és mai fiatal énekeseket. Utána pedig nem más vezetett minket, mint az, hogy megmutassuk a mai magyar kortárs operát, méghozzá a legtöbbet játszott, legkönnyebben befogadható művet, Vajda János alkotását, amelyik az egyik legfontosabb 20. századi történetet, a Mályó és a Varázslót dolgozta föl. Aki ezt kihagyja, az fontos szint veszít el az opera térképéről, az opera palettájáról. Nagyon fontos, hogy az opera világára, operára és balettre megtanítsuk a jövendő nemzedékeket. Jövőre megyünk tovább a Szerelmi Bájtal, a Donizetti operával tehát, és sor kerül majd a nagy klasszikusokra is. De ez az este, ez az élmény hiányozni fog annak, aki nem részesül belőle. Úgyhogy éljenek a fölajánlással, jöjjenek hozzá közel kell színházba.